Bonyhádon a várandós hölgyeket hónapról hónapra újabb szüléssel és gyermekgondozással kapcsolatos előadással várják a szakemberek. 3 hónapja indult ez a kezdeményezés, a Védőnői Szolgálat és a Művelődési Ház közös szervezésében, tehát a helyet ők biztosítják. Innentől kezdve minden hónapban egy alkalommal tartunk egy baba-mama klubot, jelenleg éppen kismamáknak szóló témákkal, de majd lesznek a későbbiek során olyan témák is, ami már esetleg babás anyukákat is érintenek. Ezen kívül minden héten egy alkalommal terhes torna is zajlik itt a művelődési házban. Ez minden szerdán 11 órától kezdődik, úgyhogy erre szeretettel várunk mindenkit. Egyrészt van ennek egy közösségformáló szerepe is, tehát az anyukák összegyűlnek, beszélgetnek egymással, megkérdezhetik bátran a problémáikat tőlünk is, egymással is, azért mégis, illetve konkrétabb tényként hallják a szüléssel, várandósággal kapcsolatos kérdéseiket, nem csak az interneten tájékozódnak, hanem szakembertől, tehát általunk hallják ezeket a válaszokat. A legutóbbi előadás az anyává, szülővé válás kezdeti időszakát foglalta magába. Az első 6 hetet öleljük fel ma, ami a születéssel kezdődik, és igazából a gyermekágyas időszak ugye 6 hétig tart, tehát ezt az időszakot bezárólag. Mi történik az anyukával, a babával, hogy alakulunk egy családdá? Ez az a dolog, amire nem lehet felkészülni, tehát erre senki nem tud úgy igazán felkészülni, de ha már legalább előre beszélünk róla, hogy mi vár rájuk, mire számíthatnak, amikor ez bekövetkezik, akkor szerintem sokkal könnyebben veszik az akadályokat, és tudják, hogy mi vár rájuk tulajdonképpen. Mi rendszeres kapcsolatot tartunk a kismamákkal, tehát járnak tanácsadásra hozzánk, és lényegében ott is beszélgetünk, és érintünk nagyon sok témát. Én azt gondolom, hogy legalábbis velünk biztosan nagyon jól meg tudnak nyílni, én így tapasztalom. A leendő anyukáknak lehetőségük volt a témakörrel kapcsolatos kérdéseiket feltenni a védőnöknek. Szeretnénk szép sorrendben haladni a témákkal, ahogyan korábban már volt várandós gondozásról téma, most jelenleg a szülés, a következő valószínűleg a szoptatás lesz, és aztán a csecsemőkor és egyéb kérdéseket fogunk feldolgozni. Nem kell regisztrálni, igazából bárkit, és nem csak bonyhádiakat várunk, hanem vidékieket is szeretettel várunk, úgyhogy bárki, aki a témában érintett, az nyugodtan. Meg szoktuk osztani a plakátunkat a Védőnői Szolgálat oldalán is, Facebook oldalon, a Bonyhádváros oldalán is elérhető, és a Művelődési Ház oldalán is elérhető lesz a plakát. A jövőben is olyan témákkal készülnek a szakemberek, amelyek fontos, a terhességgel, szüléssel és anyasággal kapcsolatos témaköröket boncolgatják majd. Tartottunk már korábban babákkal való klubot is, tehát akkor általában kisgyerekes anyukák érkeztek, szőnyeget leterítettünk, a gyerekek játszottak, az anyukákkal tudtunk addig a témáról beszélni, az adott témáról. Jelenleg, mondom, most éppen a kismamáknak szóló témáknál tartunk, de hogyha későbbiekben lesz más témák is, vagy babákkal kapcsolatban, akkor természetesen a gyerekekkel is várjuk őket szeretettel, tehát nem zárjuk ki őket. A soron következő előadásokra is várják a környék leendő anyukáit, apukáit, akik szeretnének felkészülni az új családtag érkezésére. Emellett a kismamák közérzetére jótékony hatással bíró, és a szervezetüket a szülésre is felkészítő kismamatorna minden héten szerdán kerül megtartásra a Bonyhádi Művelődési Házban.